Köszöntöm nézőinket! Komoly pozíciót tölt be az új kormányban a soproni kötődésű Nagy Varga Zsófia, mégpedig a Kulturális és Innovációs Minisztérium fiatalokért felelős helyettes államtitkára. Gratulálok a pozícióhoz, és köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásunkat. Én köszönöm szépen, boldogan jöttem a városomba. Arra lennék kíváncsi legelőször is, hogy amikor az embert meglepik tulajdonképpen egy ilyen felkéréssel, akkor mi mindent mérlegel, mi mindent gondol végig? Ez nagyon érdekes, mert nyilván ez nagyon egyszerűen nem mondhatom azt, hogy amikor megkerestek azzal a kérdéssel, hogy foglalkoznék-e szívesen a kormányban a család és ifjúságügyen, akkor rögtön igent mondtam, de amikor feltették ezt a kérdést, akkor úgy éreztem, hogy ez igen lesz. És ritka ilyen pillanat van az életemben, vagy volt az életemben ez idáig, de valahogy úgy éreztem, hogy a terület ez nagyon-nagyon a szívem ügye lehet, és nagyon-nagyon vonzó, és kifejezetten azért is, mert az elmúlt években számos jó dolog történt, főleg a családügy területén, illetve az ifjúságügy is abszolút fontos Magyarország, vagy a magyar fiataljai fontos, hogy figyelmet kapjanak, és ezt láttam, hogy ez így van. Úgyhogy nem sokat gondolkoztam, nyilván amit mérlegelni kellett, az elsősorban a család, mert 3 gyermekem van, nyilván ez sokkal többet igényel, vagy kíván majd belőlem, mint az eddigi bármelyik munkám, bár ugye én is újságíró voltam, és az is a hírterületen nagyon-nagyon megterhelő tud lenni, de azért ez más terep sok szempontból. Azt gondolom, hogy ez egy remek dolog, hogy egy olyan fiatal szakember vállalt el ezt a pozíciót, hiszen most már említette, hogy 3 gyerek édesanyja, és ráadásul egy nagy családból jön. Ez azt jelenti, hogy ez a feladat igazi szívügy, gondolom, az ön számára, a családügy és az ifjúságügy. Igen, ugye 2 szempontból is tudom nézni most ezt a területet. Egyrészt még én is eléggé fiatalnak érzem magam, ugyanis a 2000-es években történt talán a legtöbb olyan nagyobb életesemény az én életemben is, ami meghatározó lehet egy fiatal számára, és ami egyébként most a mi területünkhöz tartozik, tehát abszolút van még egy friss tapasztalatom. Illetve hát a legnagyobb gyermekem most már az ifjúkor küszöbén áll, maga 14 évével, úgyhogy rajtuk is látom, hogy mik lehetnek azok a fontos kihívások vagy lehetőségek, amelyekkel találkozhat egy fiatal Magyarországon. Tehát én magam is nagy családban nőttem fel, 4 vagyunk testvérek, úgyhogy abszolút azt, hogy mennyire jó nagy családban élni, mennyire jó mondjuk nagy családot vállalni, és ugye a mi helyettes államtitkárságunk a nagy államtitkárság, ahova tartozik, az család és ifjúságügy, tehát óhatatlanul is belefolyunk mi is valamennyest a családpolitikába, úgyhogy ez a 2 olyan jó, hogy így összeolvat, hiszen nem is lehet szétválasztani a családot az ifjúságügytől, sőt azt szoktuk mondani, hogy a mi területünk egészen a születéstől az időskorig elkíséri az embereket, hiszen még az idős ügyhöz is van köze az államtitkárságnak. Az elmúlt hetekben mennyire körvonalazódott a konkrét feladat, hiszen azt gondolom, hogy azért még nagyon-nagyon az elején tart tulajdonképpen ebben a munkában, de azért biztos, hogy megvannak már azok a főbb támpontok, amik fontosak lesznek ennek során. Szerencsére sok időm nem volt az, hogy ezen gondolkozok, hogy így nagyon kényelmesen, apró lépésenként megismerjem a területet, mert rögtön belecsöppentem, és én szeretem is ezt, mert már sürgetném az időt, hogy sok mindent jobban lássak, rutinból menjen, hát óriási terület. Eleve nekem ugye a közigazgatása az teljesen új, amit mondták, hogy nehéz lesz megszokni, azt most már látom, hogy miért mondták, de egyébként szerethető, tehát lehet szeretni is abszolút ezt a közeget. Illetve hát a terület is új. Annyiban talán nem új, hogy van kapcsolódási pont a korábbi munkámmal, ugye hírterületen dolgoztam, tehát egyik nap bejöttek háttérintézmények, civil szervezetek egyeztetni velünk, és abszolút ismertem az ő munkásságukat, de ugye most egy egész más szemszögből tudom őket is, meg a munkájukat is megismerni, sőt reményeim szerint segíteni is. Körvonalazódik, ugye nagyon-nagyon széles a terület, tehát azt, ha a korhatár szerint kellene behatárolnom, hogy ez a 15 éves kortól szigorúan véve mondjuk 29, de inkább most már egyre kitolódik az ifjúkor, 35 éves korig. Én valahogy úgy képzelem el, hogy ahogy egy fiatal gyermek, vagy sőt már nagyobb gyermek, 15 éves gyermek hozzánk kerül idézőjelbe, megfogjuk a kezét, és akkor a fontosabb életdöntéseinél mi ott vagyunk, és ahol tudjuk, megpróbáljuk már támogatni, mik lehetnek ezek. Hozzánk egyébként 2 nagy főosztály tartozik, a fiatalokért felelős főosztály és a tehetségekért felelős főosztály, illetve van egy önkéntes osztályunk is, tehát ez a 3 fő nagy terület. A fiatalokhoz rengeteg minden tartozik, onnantól kezdve, hogy hogyan lépjenek be a munkavilágába, hogyan tudjuk
őket a felsőoktatási tanulmányaikban támogatni, vagy pedig az, hogy mondjuk egy kresszvizsga, egy nyelvvizsgához hogyan tudunk mi állam hozzájárulni. Folyamatosan megy az ötletelés, már most azon gondolkozunk, hogy az elkövetkező 4 évben mik lehetnének azok a nagyobb kövek, amiket mi akár el tudnánk indítani, mi az, amit tovább szeretnénk, mint tovább tudunk majd vinni, ki tudunk terjeszteni intézkedések. És említettem a tehetséggondozást, ahol pedig, hát ez egy legcsodálatosabb, egyik legcsodálatosabb feladat, nagyon-nagyon jó tehetségeket támogató programjaink vannak. Itt is ugye azt keressük, hogy hol lehet még esetleg bővíteni, keressük a szinergiákat, ugye azt szoktuk mi magunkról mondani a minisztérium, vagy a jövő minisztériuma vagyunk, mert szinte minden olyan terület oda tartozik hozzánk, ami a nemzetünknek a jövőjét tudja valamelyest befolyásolni. Úgyhogy én látom már, hogy a kultúrával, felsőoktatással, akár a szakképzéssel jó kapcsolatunk lesz, és már ebbe az irányba is elindult egy közös gondolkodás, és az önkénteskedés területe, ahol még abszolút még látunk potenciát, mert Magyarország hagyományosan a régióban egy picikét le van maradva ebben, de az a jó, hogy például a rosszban a jó, hogy a koronavírus és az ukrán háború kapcsán viszont azt látjuk, hogy van igény az emberekben arra, hogy ebben maguk is fejlődjenek, és ezt amennyire tudjuk, majd próbáljuk különböző programokkal támogatni. Értékekről volt szó az imént. Ha már értékeknél tartunk, akkor egy kicsit kanyarodjunk vissza Sopronba, hiszen gondolom különösen kedves ez a helyszín az ön számára. Értékek, mondjuk, hogyha megnézzük soproni szinten, akkor mik azok, amik meghatározzák esetleg az életét, és innen a városból sikerült nyerni? Nagyon hálás vagyok Sopronnak. Édesapám szokta feltenni azt a kérdést, hogy mindegyikünknek, ugye 4-en vagyunk testvérek, ahogy említettem, hogy ti minek érzitek magatokat, melyik városba valónak, mert ugye Debrecenben születtünk, öcsémet leszámítva, ő már Tatabányán, ott éltünk egy jó pár évig, és aztán költöztünk, én 10 éves voltam, amikor ide költöztünk Sopronba, de hogyha, és nem akarom megcsalni egyik város sem, mert mind a három nagyon, nagyon sajátomnak érzem, és mind a hármat nagyon szeretem, de hogy mindig azt mondtam, hogy én soproni vagyok, és egyrészt büszke is vagyok rá, illetve hát nagyon-nagyon jó volt itt fiatalnak lenni. De ezt elmondhatom mindannyiunkról, talán még öcsém kapcsolódik a legjobban a városhoz, ő ugyan már Bécsben él, és ott tanul, de azért van még élő kapcsolata, és sokat jár vissza a földrajzi közelség miatt, illetve hát itt élnek még szüleim is, úgyhogy hazajárok, most is összekötöttem egy családlátogatással, vannak barátok. És hogy miért is volt jó fiatalnak lenni itt, nagyon hálás vagyok az iskoláimnak. A Szent Orsolyában kezdtem az általános iskolai tanulmányaimat, és amiatt váltottam végül a Berzsenyire, mert ott akkor már működött a Nemzetiségi Gimnázium, amiért szintén nagyon hálás vagyok, mert gyakorlatilag a nyelvtudásomat, illetve a szakmámat is ennek köszönhetem. Én germanisztikára jártam, abszolút könnyedén bekerültem az egyetemre, magyar felvételi vizsgával is, mert kiváló magyar tanáraim voltak. Nagyon-nagyon jó közösség volt az iskolában és iskolán kívül is. Nekem a sport volt, ami fontos volt, tehát a szabadidőmnek a nagy részét a teniszpályán töltöttem, ugye Sopronnak hagyományosan nagy tenisz élete van. Úgyhogy abszolút nagyon-nagyon-nagyon jó szívvel gondolok az itt töltött évekre, és kicsit vissza is tekerném az időt, hogy még egy picit aktívabban, még egy picit többet itt lehessek. Szülei mit szóltak ahhoz, amikor kiderült, hogy egy ilyen pozíciót fog betölteni? Féltették, óvták, bíztatták? Mi az, amit mondtak? Jó, ez nálunk egyébként, ami miatt például én a politikai újságírás pályára léptem, az amiatt is lehet talán, hogy mi nagyon-nagyon sokat beszélünk közéleti kérdésekről, történelmi kérdésekről, irodalmi kérdésekről, tehát egy ilyen, nem mondom azt, hogy egy rossz értelmevet átpolitizált család vagyunk, de nálunk ez vita a téma. Annyira nem is vita, mert hogy nagyjából egy állásponton vagyunk, vagy odajukadunk ki a végén. Úgyhogy nem tudom, hogy mennyire érte őket váratlanul, amikor én ezt bejelentettem, vagy felvetettem. Inkább azt mondom, hogy megbeszéltük, tehát velük is, férjemmel is, gyerekekkel is, és valahogy tényleg mindannyiuk részéről azt éreztem, hogy abszolút, hát ezzel nem szabad gondolkozni. Jó, nyilván kell, meg nem is lehet rögtön igent mondani, de hogy ez egy olyan megtisztelő kérés, azért nem ritkán kap az emberét, hogy egy ilyen felelősségteljes pozícióba kerüljön, és egy jó ügyet tudjon szolgálni. Én bízom benne, hogy ennek meg fogok felelni, és megteszek majd mindent, hogy ez így legyen. Mindenkinek a nap 24 órából áll, és azért, ahol van egy nagy család, van egy azért olyan pozíció, ahol bizony nem 8 órából, és nem kiszámítható, főként nem kiszámítható 8 órából áll a munka, akkor hogy sikerül ezt összehangolni? Mennyire nehéz ezt? Ezt még csak most próbálgatjuk. Ebben még nagy tapasztalatom nincs, bár ugye eddig is dolgoztam, tehát
a két gyerek 4 és 2 éves volt, mikor elkezdtem dolgozni, akkor egyébként hasonlóan nehéz időbeosztásom volt, mert hívterületre kerültem, tehát ott olyan 9-10 órát simán dolgoztunk egy nap, Budapestre jártam be Gödöllőről, hétvégén is voltak műszakok, szóval azt már kipróbáltam. Az a szerencsém, hogy a Jóisten azzal áldott meg, hogy eléggé sok energiám van, és kevés az alvás igényem. Tehát nyilván ugye ez nem mindenkinek adatik meg, ezt tudom, de szerintem óriási szerencse, és valahogy célirányosan és tényleg gondolkodás nélkül csinálok sokszor dolgokat, tehát hogy nálam nincs üres járat, ami nyilván nem jó egyrésztről, mert hogy kérdés az, hogy regenerálódom, de szerencsére gyorsan és sok mindenki tud kapcsolni. És tényleg, amire most nagyon kell figyelnem, hogy a gyerekekkel töltött idő, ami van, az abszolút minőségi legyen, és hogy akkor teljesen próbáljam meg kikapcsolni a munkát, ami most azért nem nehéz, mert most szeretnék minden tudást, minden kapcsolatot minél gyorsabban megszerezni, hogy tényleg az érdemi munka minél hamarabban el tudjon kezdődni. Legvégül arra lennék kíváncsi, hogyha fiatalok előtt áll majd, és mondjuk csak egy olyan kis tájékoztató, ismertető előadást tart, akkor mi az a 3-4 gondolat, amit a mai fiataloknak elmondana, a mai mondjuk egyetemista korosztálynak? Tennap ez már megtörtént. Tennap volt a debütálásom. Keszthelyen voltunk a Nemzeti Ifjúsági Tanácsnak a nyári egyetemének a megnyitóján, ahol engem kértek fel a Szabad Egyetemnek a megnyitására, ami nagyon megtisztelő volt, mert itt már tényleg találkozhattam úgy fiatalokkal, akik rendkívül érdeklődőek és csillogó szemekkel nézik a közéletet. Nagyon-nagyon jó ötleteik vannak, nagyon-nagyon szorgalmasak, nyitottak a világra, és én pont ezt emeltem ki nekik is, hogy legyenek nyitottak, lépjenek oda emberekhez, ismerjenek meg minél többet, legyenek bátrak, vitatkozzanak, az nagyon-nagyon jó, hogyha kultúrát vita az visszatér, akár a közéletbe, vagy akár közéjük, ezt én nagyon szorgalmazom. Illetve mindig, ahogy elkezdtünk pár héttel ezelőtt a minisztériumon is a kollégákkal, kiváló kollégáim vannak, ezt nem mondtam, de nagyon-nagyon támogatóak, nagyon jó szaktudású emberek, régóta a területen vannak, már el is indult a közös gondolkodás, ahogy említettem, és mindig valahogy odajuk adunk ki, hogy a közösségek mennyire fontosak, mert hogyha van jó közösség, akkor egy csomó olyan probléma, ami egyébként felmerül ebben a korosztályban, meg tud oldódni, akár a digitális világnak a veszélye, vagy a különböző médiumoknak a veszélyei, mert ha van közösség, az például helyben is tudja tartani a gyerekeket, akkor van hasznos, értelmes időtöltés, tehát hogy a közösségek tartozzanak közösséghez, legalább egy közösséghez, lehet az egyházi, civil szervezet, iskolai, diák önkormányzat, bármi, csak hogy tartozzanak valahova. Köszönöm szépen a beszélgetést, és akkor további nagyon sok energiát kívánok ehhez a nagyon szép munkához. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, ennyi fért Mozaik című adásunkban. Én köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra.